Jenei Ákos köszönhetem a Fix magazinban, szervusz! Köszönöm, szervusz! Kérlek, áruld el, hogy mit jelent az, hogy vizuális kommunikátor? Na, hát ez egy gyűjtőfogalom, tehát ez nem egyszerű, és mindig bajba vagyok azzal a bemutatkozással egyébként, mert túl sok tevékenységet foglal magába, tehát minden olyan eszköz, tehát minden olyan digitális alkotás, ami egyszerűen valamilyen információt közöl. Amik itt a háttérben mennek, okay. Ha jól tudom, ezek a te alkotásaid. Igen, tehát annyival javítanám ki, hogy igen, saját, illetve a csapatom alkotása. Ezeket, most kezdjük a legalapabb dolgoktól, ezeket egy sima számítógépen csináljátok? Igen, tehát ez papíron indul, ja, tehát itt indul, hogy kitaláljuk a koncepciót, egyáltalán mit szeretnénk csinálni, akkor papíron folytatódik, akkor karaktereket rajzolunk, storyboardozzuk, és utána pedig indul egy hosszú munka a számítógépen, igen. De ezt minden számítógépen meg lehetne csinálni, igen. Körülbelül mennyi időt vesz igénybe egy, nem tudom, egy fél perces kis animáció? Animáció? Hát mondjuk, ha azt mondom, hogy ilyen egy perctől másfél percig, az egy ilyen másfél hónap ennek az elkészülte. Mióta foglalkozol ezzel? Hát ezzel, magával az animáció készítéssel, hogyha csak erről beszélünk, akkor én mondhatom, hogy egy lassan egy 5 éve. Tehát egy 5 éve kezdtük el legelőször ezeket az animációkat készíteni. Az egyetemen a tanulmányait kapcsolódik a vizuális kommunikátorsága? Most én műszaki menedzser szakot végeztem, és annak a szaknak az a jellegzetessége, hogy a gazdasági és a gépészeti tudományok közti kapcsolatot, illetve szinergiát keresi. És tehát annyiban kapcsolódik az én tevékenységem ehhez, hogy amit mi csinálunk, azt ugye gazdasági környezetbe szánjuk, tehát szántuk mindig is, és azt ugye el kell tudni helyezni, de az, hogy a kreatív része, meg a kreatív alkotás része, az nem kapcsolódik hozzá. De magánban az egyetemen is kaptunk lehetőséget arra, hogy ezt bontakoztassuk, ezt a tevékenységet. Ezt a kettőt te hogyan tudod összekapcsolni, egyáltalán össze akarod kapcsolni a tanulmányaidat, és ezt a, nem tudom, hobbinak nevezzem? Hát hobbiból indul, de ugye, tehát ezzel hosszabb távú terveink vannak, alapítottunk most is erre egy céget. Tehát, hogy köthető össze? Tehát úgy gondolom, hogy nem köthető össze. A Miskolci Nemzeti Színházzal is volt egy közös munkátok, erről mesélsz egy kicsit? Igen, mi az egyetemnek készítettünk egy animációs filmet, egy beiskolázási kampányfilmet, és annak a hírére engem megkeresett a Miskolci Nemzeti Színház akkori igazgatója, hogy ezt érdekli, és hogy ezt nézzük meg, és az neki tetszett. És több közös munkánk is volt a Miskolci Nemzeti Színházzal, ami több darabnak az előzetesét elkészítettük, honlapokat csináltunk nekik, tehát ott is egy ilyen kreatívabb, újszerű, tehát ilyen frissebb lendületet kerestek bennünk. Ugye Miskolcon több féle dologra is felkértek téged, erről is mesélsz egy kicsit? Tehát a város? Tehát egyébként ez egy szép ívbe leírható, tehát az, hogy mi kezdtük ezt a tevékenységet a Miskolci Egyetemi évek alatt, akkor minket átajánlottak a Miskolci Nemzeti Színházhoz, és a Nemzeti Színház igazgatója átajánlott minket a városi önkormányzathoz, és Miskolc több nagy projektjének kommunikációjában részt vettünk. Az első ilyen nagy az 2014-ben volt, vagy 13-ban, amikor egy digitális közösség Miskolc nevű program kommunikációjában vettünk részt. A program sajátossága az volt, hogy 17 ezer darab laptopot osztottak ki pályázat útján miskolciak között. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik miskolci háztartásba került egy. És ennek az volt a mi feladatunk, hogy ennek a hírét minél több mindenkihez eljuthassuk, és egy ilyen kreatív, animációs, kommunikációs eszközt választottunk hozzá. Ezóta ez a mentor programban, amióta részt vettél, van olyan kiemelkedő dolog az életedben, ami emiatt változott meg? Hát a mentor program, az 50 tehetséges magyar fiatal mentor program, úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatépítési lehetőség volt, tehát mind horizontális, mind pedig vertikális értelemben, tehát összegyűjtöttek minket, 50-ünket. Tehát a későbbi együttműködés tekintetében ez egy hasznos kapcsolat, illetve hát maga a mentoroknak a jelenléte is, az mind szakmailag, mind emberileg az ő közelségük az egy nagyszerű élmény volt. Én nekem a mentorom az Beck György volt, akinek nagyon sok mindent köszönhetek. Jelenleg dolgozol valamin? Igen, tehát párhuzamosan mi most több mindenért dolgozunk, ahogy említettem, alapítottunk egy céget, egy kreatív ügynökséget, ami Miskolcon önmagában egyedülálló lesz komplexitását tekintve, illetve most Miskolcnak készítünk egy olyan közösségi alkalmazást, tehát egy mobil alkalmazást, ami később alkalmas lesz arra, hogy egy miskolci közösséget építsen, és a miskolciak interakcióba lépjenek egymással.
Van valami olyan terv a fejedben, vagy valami olyan régi vágyad, amit szeretnél megvalósítani? Hát ezek a vágyak folyamatosan jönnek, meg megváltoznak, és nagyon sok ötletünk van, meg nagyon sok tervünk. Van sok ilyen, tehát most azért aggódom ezt, mert hogy melyiket emeljem ki, tehát például többek között dolgozunk egy animációs rajzfilmsorozaton, amit Magyarországon mi szeretnénk elkészíteni, illetve kereskedelmi forgalomba hozni, illetve hát egy ilyen régiós szinten egy kreatív központot létrehozni Miskolcon. Akkor sok sikert kívánunk hozzá, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen.